az ellenfeleink azt mondják a magyaroknak, hogy ne vállalkozz semmire, mert úgysem sikerülhet. Egyetlen dolgod van, alkalmazkodjál. Fogd be a szádat, azt alkalmazkodjál. És a másik kultúra, amelyik azt mondja, mondd el, hogy mit gondolsz, vállald saját magad, állj ki, vállalkozz, és rajtad múlik a jövő. Akár még sikerülhet is. Nos, így vágtunk bele a kormányzásra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, három sűrű, izgalmas és fontos év van mögöttünk. Sok kihívással kellett szembenézni. Szerényen, de azért mondjuk el, hogy gyakran értünk el sikereket. Azt se tagadjuk el, hogy alkalmanként elbuktunk. Sok dolgot csináltunk jól, és van néhány, amit kevésbé jól csináltunk. Sőt, szinte rosszul, olyan is akad. Voltak ragyogó, váratlan, bennünket is váratlanul érő, remek ötleteink. És voltak, amelyeknek egy részük kiderült, hogy mégsem olyan remek ötletek, mint aminek első látásra tűntek. Akár hogyan is van, lehet tudatkozni azon, hogy mennyi volt sikeres és mennyi volt sikertelen. Szerintem egy izgalmas és érdekes vita, tanulsága is van a jövőre nézve. De szerintem egyetlen dolgot aligha lehet vitatni. Ez pedig az, hogy Magyarországot kihúztuk abból a gödörből, ahova belelőgték a szocialisták. És ez a lényeg. A részletek sem elhanyagolhatóak, de a lényeg mégiscsak az, hogy megmozdítottuk, kimozdítottuk és kihúztuk az országot abból a gödörből, napfényre hoztuk az országot abból a gödörből, abból az árnyékos, sötét, félhomályos helyről, ahova belelőgtek bennünket. Ezt azt gondolom, hogy ha az ellenfeleink adnak a józanész szabályaira, sem vitatják. Ha esélyt kapunk rá, akkor szeretném még azt megélni, hogy egy számjegyű legyen a jövedelemadó Magyarországon. Ha nem vesztettük volna el teljesen a humorérzékünket, akkor egész nap kacagnánk, amikor a baloldal azzal viccelődik, hogy Magyarországon sérül a demokrácia. Mert hát mihez képest sérül? Hogy nézett ki Magyarország a demokrácia szempontjából mondjuk 2010 előtt? És ha csak annyit mondjuk, hogy összödi beszéd, így. Tehát azok beszélnek demokratikus normákról, illetve azoknak a problémáiról ma Magyarországon, akik maguk is bevallották, a bevallás önkéntes volt, a közlés talán kevésbé, hogy gyakorlatilag becsapták az egész országot. És éveken keresztül az orránál fogva vették az egész országot.